Köszöntöm nézőinket, Deli Kinga vagyok, Önök a Kultúrszobát látják. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. A Duna szabályozás hatásairól tartott előadást Balázs Kovács Sándor. Regionális szavalóversenyt tartottak Bátán. 25 éves évfordulós ünnepségre készül a Nyitott Világ Alapítvány. Koncertet adtak a zenetanárok. Gazdag programkínálattal készül a Babics Kulturális Központ. A Duna szabályozásának a sárközben kiemelkedő jelentőséget tulajdoníthatunk. Kihatása volt a gazdasági, társadalmi viszonyokra, de összefüggés található a népviselet kialakulása és a folyószabályozás között is. Mindenről tartott előadás Balázs Kovács Sándor néprajzkutató, muzeológus a Tolna megyei levértárban. Amióta az ember a Duna mentén megtelepedett, az áradások alkalmával szállított hordalék lassan az ártér egészét feltöltötte. Ezáltal az ártérből korábban kiemelkedő magaslatok, hátak relatív magassága is egyre csökkent. És mivel a meded is feltöltődött, ez azt jelentette, hogy az árvíz egyre több korábban vízmentes pontot ért el és öntött el. A feltöltődés folytán egyre emelkedő árvízszint miatt néptelenedett el a török hódoltság korát átvészelő asszonyfalva Decs határában a 18. században. Hasonló sorsa jutott később Pandúr, Varád, Kákony és a régi érsek család is. Pusztulásuknak viszonylagos magasság csökkenésükön túl azonban már a Duna kezdetleges töltésezése is közrejátszott. A gátak közt megemelkedett víz pusztító erővel rohant rájuk, olvasható András Falvi Bertalan könyvében, mely a Duna szabályozás hatásait taglalja. Balázs Kovács Sándor, a szerző munkatársa és barátja is sokat kutatta ezt a témát. Amióta ember lakik itt a Duna mellett, azóta ugye felmerült már kezdeti időben, hogy a Dunát, nem csak a Dunát, hanem egyáltalán a vizeket szabályozni kell, mert ugye itt a Kárpát-medencében elég kacskaringósan folytak ezek a... Akkor csak egy példát mondjak, amikor a 19. század végére a Duna szabályozás megtörtént, akkor csak Tolna megye és a déli rész, tehát az ország határig történni, 90 kilométert vágtak le a Dunából. Tehát belegondolhatunk, nincs is akkora körülbelül a Duna határán a Tolna megye területe, tehát jelentős mennyiség. Na most, ha azt belegondolunk abba, hogy maga a Duna, ez egy ilyen nagyon kacskaringós folyó volt mindig is, érthető módon, hisz itt a környékben ugye különböző hegyek és egyebek nem kényszerítették ugye a mederbe maradásra, hanem úgy változtatta a medrét, vagy változtathatta a medrét, ahogy éppen a víz akarta. És ezért alakult ki ilyen kacskaringos. Ezért van a mai napig az, hogy a Duna partján nagyon sok felé megtaláljuk a holtágakat. Amióta a szabályozás megtörtént, a Duna menti két nagy település, Vad és Tolna gyakorlatilag teljesen elszakadt addigi kapcsolatrendszerétől. Pedig Tolna az azt megelőző időkben, a török korban az egyik legnagyobb kikötőnek számított a térségben. A szabályozásnak ezzel szemben voltak kifejezetten nyertesei is. A környéken és Tolna megyében jelentős gazdasági változásokat is hoztak, mégpedig azt, hogy igen jelentős területek szabadultak fel a víztől, és ezeket a területeket mezőgazdasági művelés alá fogták. Én nem akarok más példát mondani, csak a Sárköz. Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy a Sárköz a Duna és a Sárvíz folyó közötti terület volt, mocsaras terület, vízjárta terület volt, és hát gyakorlatilag 1854-55-ben készült el, hogy a sárvizet a Sióval együtt a Taplósi Duna ágba vezették bele, és ugye Szekszárd fölött jutott a Dunába, nem pedig Bátánál, ahogy régebben. Így gyakorlatilag a Sárközt elkerülte névadó folyója, és itt ezen a területen, a sárközi területen a kiszáradás után hihetetlen minőségű fekete talaj maradt vissza. Gondoljunk bele, hogy ugye a nílusi kultúra is ugye a Nílus áradásaiból élt. Hát itt a Dunánál is, Duna mellett is hasonló jelleggel volt. És nagyon jó minőségű sárközi földek voltak, és nem véletlen, hogy a sárközi népviseletnek, a gazdag sárközi népviseletnek az alapját éppen ez a meggazdagodás okozta. Jelentős társadalmi változások indultak el a sárközben a meggazdagodás hatására, mondja Balázs Kovács Sándor.
hisz a gazdagodás az mindig együtt járt, ugye társadalmi változása is. Egyesek jelentősen meggazdagodtak. Például elmondták azt az adatközlők, hogy Decs határába, amely határ tulajdonképpen a Sárközben legnagyobb határ, több mint 15 ezer katasztrális holterület. Itt mindenki a lecsapolások után annyit foglalt, amennyit gondolt magának, hogy meg tud művelni. Persze arra is kellett gondolni, hogy a töltésváltságot megfizessék, tehát bizonyos fokig gazdagnak kellett ahhoz lenni, hogy valaki fölvállalhassa ezt a földterületet, de igen sok család meggazdagodott. Hát nem véletlen, ugye, hogy a 1950-es években a kulákrendszer idején Decsen 250 kulák volt ezen a 4000 fős településben. Úgyhogy ez is bizonyítja a gazdagságot és a hirtelen való meggazdagodást, és hát természetesen megint csak a népviselet és a népi kultúrára hivatkozom. Csak a falvaknak a képét kell megnézni. Azokat a hatalmas, szinte többszintes házakat, mert többszintes, mert a padlást úgy építették, hogy kis szellőző ablakokkal, mert ott tárolták a nagy mennyiségű gabonát, amit a felszabaduló földek termettek a parasztságnak. És hát gyakorlatilag erre épült rá ez a hagyományos sárközi kultúra. Százhetvenen vettek részt az első nagyszabású megyei nyugdíjas programon Bátán. A szokásos éves szavaló versenyt most regionálisan hirdették meg, így több baranyai és somogyi településről is érkeztek szépkorúak, hogy megmérettessék magukat. A program célja, hogy felpezsdítsék az idősek mindennapjait és élményeket szerezhessenek. Életet az éveknek, Tolna megyei szervezete nevében engedjék meg, hogy nagy-nagy szeretettel köszöntsek minden kedves vendéget Baranya és Somogy megyéből, és hogy szívből ünnepeljem és köszöntsem a Tolna megyei szervezet nyugdíjasait. A Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az Éveknek Tolna megyei szervezete regionális szavalóversenyt rendezett Bátán. Az elmúlt évek pandémiás időszaka miatt úgy döntöttek, összehozzák a környék szépkorúit, és megtartják az első regionális megmérettetést. Járunk így a Bátai Nyugdíjas Egyesület a megyébe, mert van négy rendezvényünk, fő rendezvény, és akkor most mirán került a sor, mivel hogy volt már itt kulturális seregszemle, ugyanennyi fővel, akkor sportnap is volt, és mostan a szavalóra mi ránk jutott, vagy esett ez az esemény megszervezni. Szeretünk így összejárni a környező községekkel, vagy a várossal, és tartsuk a kapcsolatot, és minél jobban jól érzik magukat, akkor nem fáj a lábuk, mikor táncolni kell, és akkor részt veszünk mindenfélén ilyen rendezvényen. Célja az, hogy továbbra is tartsuk ezt a barátságot, összejövetelt, mert mindenkinek ez a pandémia, vagyis hogyan mondjam, ez a vírusos helyzet egy kicsit nagyon leállította ezt a dolgot. A kezdeményezés nagy sikert aratott, hiszen több mint 170-en jöttek el Tolna, Baranya és Somogy megyéből. Egyszer volt szép az anyám tánca. Mikor kendőjét gyepre hányta a kórhány vizénél pusztapánban, spokázó lábat tábortűznél, ölesapám örömére szállt, mint illat a virágon. Sásdról öten érkeztek. Nem azért jöttünk, hogy díjat kapjunk, hanem hogy jól érezzük magunkat a nyugdíjas társainkkal, meghallgassuk őket és tiszteljük őket, amiért ők is kimernek állni. Közösséghez tartozni mindig nagyon jó. Nem otthon punnyadunk, hanem eljárunk, mozgunk, beszélgetünk, játszunk, kirándulunk rengeteget. Nagyon jó vezetőnk van, aki a klubot vezeti, Orbán Évának hívják, és rengeteg nagyon jó programot szervez számunkra is. Szerintem nagyon jó dolog, szeretünk verset mondani, szerepelni annyira nem szeretünk, de így a házon belül szoktunk, és kedvet kaptunk rá, hogy megmérettessünk. Adi verssel, József Attila verssel, Petőfi verssel készültünk a versenyre. Úring Márta a Pécsváradról érkezett, ő is benevezett a versenyre. Verssel készültem,
csak nem azt szeretném ma elmondani, amivel eredetileg neveztem, mert azt nagyon komolynak tartom, és az én személyiségemből nem az következik, hogy nagyon komoly ember vagyok, hanem igenis vidám, és akkor azt gondoltam, hogy Romjányi József sokkal jobb társam lesz nekem ezen a programon, mint Szabó Lőrinc lett volna. Egy nagyon kellemes hangulatú délelőttöt, és azt, hogy sok olyan embert fogok megismerni, akiknek fontos a kultúra, akiknek fontos a vers, és fontos a saját mentális képességeiknek a karbantartása, mert úgy gondolom, hogy ez ahhoz hozzátartozik. Hozzátette, ezeket a közösségépítő rendezvényeket is nagyon jó dolognak tartja. Egyrészt azért, mert több vidékre elutazhatunk, több mindent láthatunk, amire munkáskorunkban, amikor még dolgoztunk, nem volt lehetőség. Most viszont van világot látni, idézőjelben, kis hazánk is egy világ nekünk már, mert a mozgásunkban egyre korlátozottabbak vagyunk, egyre nehezebben mozgunk, és beülni egy buszba és elvisznek bennünket valahová, ahol emberekkel hasonló, sorsú, hasonló, kvalitású emberekkel találkozunk, az nekünk mindig jó. 34 versenyző mondta el a kiválasztott versét, 21 fő Tolna megyéből, 11 fő Baranyából és 2 fő Somogyból. Ugye az embereknek a bezártságból most már elég volt, ki akarnak szabadulni a mindennapok ritmusából, és kívánkoznak egy kicsit elmenni, találkozni, beszélgetni, szórakozni. Gondolom ennek is köszönhető, hogy ilyen sokan jelentkeztek a szavaló versenyre. A klubjaink működésének legfőbb motiválója az örömszerzés és a mindenkivel meglévő tettvágy és tehetség kibontakoztatása, és ez egy most olyan alkalom, a versmondó verseny, hogy itt igazán mindenki kibontakoztathatja a tehetségét. Hisz ki ne vágyott volna arra fiatal korában, amikor a Vers mindenkinek című műsor ment a tévében, hogy szavalatával úgy elbűvölje a nézőket, mint Sinkovics Imre, Besenyei Ferenc, vagy Udvaros Dorottya. Az öttagú zsűri a legjobb 10 versmondót javasolta a május 11-én Budapesten a Hagyományok Házában tartandó Szólj költemény vers és prózamondók találkozójára. Szemet, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért. Még mondj el egy pár mi atyánkot. Az éves feladatok mellett nagyszabású ünnepségre készül a Nyitott Világ Alapítvány. A 25 éves fennállását ünneplő civil szervezet a jubileum alkalmával szeretné egy helyre összehívni minden eddig végzett diákját. Tóth Lászlóné elnök azt látja, egyre fiatalabb korban vállalkoznak a gyerekek arra, hogy használható nyelvtudás birtokába jussanak. Ha mindenki eljön, nagyon sokan leszünk. Azt el sem tudom képzelni, hol fogunk elférni, mondja Tóth Lászlóné, a Nyitott Világ Alapítvány alapítója, aki arra készül, a fennállásuk 25. évfordulójának ünnepén meghív mindenkit, aki valaha is az iskola tanulója volt. 2000-en leszünk, ha mindenki eljön, mondja. Akkor valahogy úgy megéreztük, hogy a közoktatást, köznevelést ki kell egészíteni, mert ott azért minden kötött, nyilván arra is nagyon nagy szükség van, de kitaláltuk, hogy legyen egy olyan alapítvány, egy olyan lehetőség, ahol a diákok még pluszban tudnak valamit kapni, használható nyelvtudást, konkrétan nyelvvizsgára való felkészítést, például érettségire, tehát sok minden célunk volt. Hát ez elindult 25 évvel ezelőtt, és hát a 25 év ugye nem kevés, most ott tartunk, hogy hát több ezer diáknak sikerült ebben segíteni. Hamar túl voltunk azon, hogy aki családi vagy rokoni alapon megtanult egy nyelvet, az beszél mondjuk németül. És felmérték, hogy jó az, ha a külföldi útjaik során tudnak rendelni angolul az étteremben. Egyre több családban a gyerekek karrierének megalapozását látták a használható nyelvtudásban. Amit én megtapasztaltam a 25 év alatt, az a következő. A diákok mind elkötelezettek, akik nálunk tanulnak, ebben semmi változás nincsen. Ami változást én észleltem, hogy egyre fiatalabban kezdik el a gyerekek a tanulást, tehát általános iskola felső tagozatában, és mivel én egész életemben gimnáziumban dolgoztam, nekem is ez egy nagyon nagy élmény volt látni azt, hogy ezek a diákok
ugyanúgy tudnak tanulni, ugyanolyan befogadók, ugyanolyan gyorsan tudnak gondolkodni, olyan elkötelezettek. Az évközbeni tudásanyag elmélyítésére találódott ki a nyári nyelvtábor minden esztendőben, amiből eddig már 16-ot számlálhattuk. A tábor érdekessége és különlegessége, hogy anyanyelvi tanárok tanítanak, akik tökéletes nyelvismeret mellett hozzák az ország kultúráját, ami csak gazdagabbá teszi a gyerekeket. És a visszajelzések, hogy megértették magukat idegen földön is jelentős lökést adott számukra minden esetben. De térjünk vissza egy kicsit az idei évre. Az ősz az egy olyan időpont, amikor a régi diákok is tudnak jönni, akik már egyetemen vannak, meg hát nyilván olyanok, akik már réges-régen dolgoznak, és a gyerekeik tanulnak már az alapítványban. Hát én bízom benne, ahogy eddig is, 5 évente megünnepeltük a jubileumokat, úgy az idén is ez sikerülni fog. Vannak ugye az emberben célok, és az ember ezeket a célokat így folyamatosan eléri, de valójában azt gondolom, hogy a szép mindig a célhoz vezető út, szerintem, amikor csináljuk, és akkor az egy visszaigazolás, amikor elérjük, de abban a pillanatban ott a következő, és így folytatjuk. Valószínűleg minden érintett számára nagy élmény lesz látni, amikor olyan családok érkeznek, ahol a szülők és a gyerekek is itt szereztek nyelvtudást. Hiánypótló eseményre érkezhettek az érdeklődők a Szekszárdi Művészetek Házába. A rendszeresen megrendezésre kerülő tanári hangversenyt a pandémia miatt nélkülöznie kellett a megyeszékhelyi Liszt Ferenc Zeneiskola növendékeinek és oktatóinak egyaránt az elmúlt években. Most azonban izgalommal és várakozással telve léphettek nebulóik elé a zenetanárok. Én vastapsot várok a mai estétől, és igazából azt, hogy érezzük jól magunkat, fújjunk egy jót, muzsikáljunk egy jót. Ez egy hagyományokon alapuló tanári koncert, amit hát nem is tudom már, szerintem több mint 10 éve indítottunk el a zeneiskolába. Volt ebben tavaszköszöntő, karácsonyi, adventi, farsangi koncert, és hát sajnos ugye az elmúlt 2 évben ezt nem tudtuk megvalósítani. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen a szülők és a gyerekek is láthatják, hogy tulajdonképpen azért nem csak beszélünk a zenéről, hanem aktívan műveljük is. Ezt mondhatom talán, hogy mesterei vagyunk a hangszereinknek, és ezzel is példát mutathatunk a növendékeknek. Ennél inspiráló helyzet nincsen a gyerekek számára, mint hogy élőben hallhatják a saját tanáraikat, és volt már olyan növendék, hogy azért választotta a zenei pályát, mert hallotta a tanárát egy koncerten játszani, és nagyon tetszett neki az a millió, az a színpadi megjelenés, amit akkor ott látott. Én úgy gondolom, hogy elsősorban a hangszert a tanárok miatt is szeretik meg. Tehát ez nagyon tapasztalatos volt a tavalyi felvételi kapcsán, hogy jöttek a gyerekek, óralátogatás, nyílt nap, stb. És nyilván fiatal vagyok, kicsi a korkülönbség, vicceskedtünk, tegeződtünk, stb. Tehát mindenkinek nyilván szimpatikus volt, kvázi mint egy nagy testvér, úgy tudok működni köztük. És szerintem ez volt, ami nagyon meggyőzte őket, ez a közvetlen kapcsolat, amit ki tudtunk gyorsan alakítani, és az, hogy természetesen nagyon fiatal vagyok még, és ez szerintem megfogta őket, hogy fiatal tanárnéni, lendületes, stb. Stb. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a tanár személyétől is függ, hogy melyik hangszert választják a gyerekek. De nagyon népszerű ebben a városban a klarinét. Hát az én tanszakom jelenleg 24 fővel üzemel, ami majdnem teltházasnak mondható. Van klarinét kvártettünk is, fúvózenekarban is aktívan részt vesznek a gyerekek, és minden városi rendezvényen ott vagyunk, ahol csak lehet. Az, hogy az elmúlt pár évben, amióta nem tudtunk ilyen jelenléti koncertet tartani, ezért a zeneiskolának a tantestülete változáson ment keresztül, és a nyugdíjas kollégák, a szépkorú kollégák mellett számos fiatal kollega jött az intézménybe, és nekik ez az első alkalom,
amikor igazán be tudnak mutatkozni a közönségnek, mert hogy nem mindegyik Szekszárdi, illetve a környékből származik, és hát nagyon fontos, hogy azért megismerjék őket, nem utolsó sorban azért, hogy azért a beiskolázás, ami majd a tavasz második felében történik, ott azért ismertek legyenek a fiatal kollégák is, és legyen növendékük. Ez nekem egy nagyon nagy öröm, hogy szólóban játszotok, hiszen azért a harson az egy zenekari hangszer, ritkán lép ki a Rivalda fénybe, hogyha lehet ezt így mondani. Talán az embereknek nincs is úgy fogalmuk róla, hogy igazán mit lehet ezen a hangszeren művelni, mert esetleg a zenekarban látják, de hogy például hogy milyen színes repertoárral rendelkezik ez a hangszer, azt már kevesen tudja. Én ma nem lépek föl ezen az estén, én most azt mondtam, hogy hátra dőlök, és leülök egy kicsit. Hát volt azért koncert, ugye nem zenetanári koncert, és én az elmúlt két koncerten, mint a Husek Rezső emlékkoncerten, mint a Lányi Péter emlékkoncerten játszottam, és most átadtam a terepet a fiataloknak. Nagyon izgulok, megmondom őszintén, mert a saját diplomakoncertem óta nem szerepeltem még közönség előtt az elmúlt két évben. Én nagyon várom és bízok benne, hogy tetszeni fog nekik is az, amit a tanárnéni ma itt művelni fog, hiszen a tanszakomról igazából kötelező házi feladat jelleggel, de mindenki itt lesz nagyjából. Hát nagyon remélem, hogy jól fog sikerülni, sok jó visszajelzést kapunk, és hát még egyszer az, hogy tudunk a növendékeinknek és a szülőknek is egy löketet adni, hogy igen, és érdemes ezt csinálni még ilyen kellemetlen, rossz helyzetben is. Zenészként nagyon nehéz volt ez a pandémiás időszak, főleg zenetanárként, hiszen a gyerekeket kamerán keresztül nem lehet megtanítani zenélni, úgyhogy ez nagyon nagy hátránya volt a zeneoktatásnak. Ez az elmúlt egy év, másfél év, tehát én úgy kerültem ide már gyakorlatilag egy digitális oktatásos évbe az új munkahelyemre, ahol a gyerekeket nehezebb volt egy kicsit megismerni, tehát a kamera túloldalán azért teljesen más, mint egy személyes órán. Tulajdonképpen a koncert lehetőségeinket telibe húzta, tehát semmilyen koncertet nem lehetett szervezni sajnos a pandémia idején. Amit megtartottunk, azt is csak online térben, esetleg szűk nézőközönséggel, de az is nyilván korlátolt számban. Sajnos ez egy kicsit kedvünket is szekte, de azért vagyunk ma itt, hogy ezt most felülmúljuk. Gazdag programkínálattal készül a következő hónapokra a Babits Mihály Kulturális Központ. A következő napokban nagyszabású retro majálissal, a tánc világnapjának megünneplésével készülnek, de összeállt a program a gyereknapra is, és a pünkösdi vad és halünnepre is. Berlinger Attila igazgató azt mondta, a korlátozások feloldása után végre olyan rendezvényeket szeretnének életre hívni, amelyek a Covidot megelőző emlékeket idéznek meg. A tánc világnapjának megünneplése szabadtéri bemutatókkal. A Szekszárdi Néptánc Fesztivál és kétnapos retro majális. Ezek a programok is jelzik, hogy mozgalmas tavasz elé néz Szekszárd város kulturális élete. Mindenről sajtótájékoztatón számolt be Berlinger Attila, a Babits Kulturális Központ igazgatója. A következő napok gazdag kínálata mellett arról is szó esett, kialakulóban van a Városi Gyereknap programja, és a szerződések aláírásánál tart a pünkösdi hal és vadünnep fellépőivel is a folyamat. Ennek megfelelően már látszik a házszakmai stábja komolyan gondolja, hogy a Covid előtti időben megszokott méretű és minőségű rendezvényekkel kívánja szórakoztatni a város és környékének lakosságát. De ennyire még ne siessünk előre, hiszen a következő napok is érdekes szórakoztató lehetőségeket kínálnak. Elindulhatnak végre azok a szabadtéri rendezvények, amelyeket hosszú évek óta most már várunk, és erre nincs is kiválóbb alkalom, mint egy igazi majális a Prometheus Parkban, amely visszahozza a régi idők ízét, azt a fajta retro hangulatot, amelyet olyan nagy szeretettel fogadtunk akkor is, és úgy gondolom, hogy most is a város lakossága. Ezen a hétvégén egy nagyon gazdag programkínálat várja Szekszárd lakosságát. Április 29-én a Tánc Világnapjával indítunk mi is, amely kiválóan csatlakozik a Szekszárdi Néptánc Fesztiválnak ahhoz a programjához, amely a Babits Mihály Kulturális Központban több mint 500 táncost vár majd az ország minden részéről. Mivel május 1-e vasárnapra esik, ezért kollégáimmal együtt úgy döntöttünk, hogy egy kétnapos retro majálist varázsolunk ide a város központjába, és mind szombaton, mind vasárnap lehetőséget adunk a városi civil egyesületeknek, szervezeteknek, tánccsoportoknak,
gyermekfellépőknek és mindazon szereplőnek, aki ezt a retro majálist, akik ehhez a retro majálishoz hozzá tudnak járulni. Lesz kutya szépségverseny, főzőverseny és számos fellépő is, így például a legendás Derby zenekar is újra színpadra lép, és a program csúcspontján egy igazi magyar retro sikercsapat, a TNT szórakoztatja majd a közönséget. Már szó esett arról, hogy 500 táncos részvételével 4 év után ismét megrendezésre kerül a nagymúltú 1968 óta létező Szekszárdi Néptáncfesztivál. 12 együttes jön, az ország legmagasabb minősítésű együttesei. Évtizedek során ez a fesztivál egyre magasabb minőséget hozott. Ez mindig az együttesek, akik ide érkeznek, azok határozzák meg a fesztivál minőségét természetesen, és nagyon szépen kialakult, hogy a kiválóan minősült együttesek érkeznek ide. Már 1968-ban, amikor megalapították, megfogalmazódott egy kiírás, hogy a koreográfusok és az együttes vezetők figyelmét ráirányítsák a kismagyarországi területekre, legfőképpen a nyugati dialektusra, ami a Dunántúlt és Pest környéki bag nyelvterületet foglalja magába. És ez sikerült is, mert ehhez a kiíráshoz még hozzátették azt is annak idején, hogy a nemzetiségekre is fókuszáljunk, és így kialakult egy olyan menetrendje ennek a fesztiválnak, ami ezzel a kiírással különbözteti meg a többi nagy fesztiváltól itt Magyarországon. Néhány szó még a Pünkösdről, mely 3 év után ismét eredeti formájában várja az érdeklődőket. A fellépők közt lesz az Anna and the Barbies, a Hooligans és a Honey Beast is. A program részeként pedig egy különleges színházi élményben is része lehet a látogatóknak, akik a Robin Hood című musical tekinthetik meg a Babics Kulturális Központban. A rendezvények részletes programjai megtalálhatóak a Kulturális Központ honlapján és műsorfüzetében. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!